békebeli slágerek, irodalmi gyöngyszemek és sok humor. Mindez nem csak ígéret volt, de valóságá is vált. Április 14-én a Móricz Zsigmond Színház Kávéházi Dallamok című előadásának bemutatóján. Így is Ákos és Tóth Zolka ezúttal nem csak színészként, de rendezőként is együtt dolgoztak az előadáson. A sajtónyilvános próba előtt Tóth Zolka azt mondta, a próba folyamat során igyekeztek a lehető legnagyobb szabadságot adni a színészeknek. Kifejezetten kértük a kollégákat, hogy bármi ötletük van, akár a koncepciót tekintve, akár saját dolgaikat tekintve, ne folytsák magukba, úgyhogy ez, ebből a szempontból nem volt kérdés, tehát mindenki ahogy szeretne, vagy amit szeretne. Aztán természetesen észszerű keretek között aztán megegyeztünk egy aranyközépútban, vagy nem tudom, de hogy tulajdonképpen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt mi ketten hoztuk létre, hanem ezt mindenki. Tehát tulajdonképpen az egész csapat benne volt, úgy ötletileg, mint emberileg, erkölcsileg, szakmailag, művészileg, tehát hogy ez egy igazi csapatmunka volt. Egy igazi békebeli kávéházból nem hiányozhatnak a muzsikusok sem. Tamás Attila zenei vezető és a korrepetítor Horányi Tamás kísérik az énekeseket, akik az eltérő kávézási szokásoknak megfelelően egymástól műfajilag is különböző számokkal lépnek majd a világot jelentő forgószínpadra. A mi kávéházunk picit más, mint amit talán elsőre elképzelünk. Próbáltuk ezt úgy összerakni és egy olyan koncepciót felállítani, hogy különböző kávéformák jelennek meg számokban, prózákban, mégis legyen köztük kapcsolat, és szeretnénk, hogyha a néző mégiscsak tudna valamit hazavinni, bár nincsen története az előadásnak a klasszikus értelemben, de remélem, hogy a mondani valója azért kikristályosodik így a végére. A kabaré jeleneteket, monológokat, sanzonokat vegyítő koncepció az alkotók szerint nem csak az idősebb korosztály számára lehet szórakoztató, hanem épp úgy a fiatalok számára is. Ezek talán békebeli, régebbi dalok, de ugyanannyira aktuálisak, ugyanannyira szólnak igen-igen komoly és erős dolgokról, és szerintem biztos vagyok benne, hogy aki hagyja, meg fogja érinteni. Így és Ákos és Tóth Zolka mellett István István, Kuti Patrícia, Horváth Margit, Kosik Anita és Pregicer Fruzsina alkotják a szereplőgárdát, akik Boldizsár Zsolt díszletei között idézik meg a varieték világát a Krúdi kamaraszínpadon. Élvez.